Új alapellátási ügyeleti rendszer november 1-én indul Somogyban is. Krúdi napok, több versenyen is indulhattak a fiatalok. Kálmán Imre napok, különleges tárlat Siófokon. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. November 1-től Somogy vármegyében is elindul az új orvosi ügyeleti rend, amelyet az Országos Mentőszolgálat szervez. 7 telephelyen, Barcson, Balatonbogláron, Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon, Siófokon és Tabon kereshetik a betegek a házi orvosi ügyeletet 16 és 22 óra között. Erről és az új ügyeleti rend egyéb változásairól tartott sajtótájékoztatót szerdán Györfi Pál szóvivő. Az új ügyeleti rendszer ez év elején indult, ez idáig 12 vármegyében működik, az eddigi visszajelzések alapján sikerrel. Györfi Pál arról beszélt, miért volt szükség az új rendszer bevezetésére. Ennek a változásnak az oka messzire vezet. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon egy olyan ügyeleti struktúra alakult ki, ami szinte már követhetetlen volt. Ahány település, annyiféle megoldás. Voltak olyan helyek, ahol jól működött az ügyelet, a betegek elégedettek voltak, de sajnos nem ez volt a jellemző, általában panaszkodtak arra, hogy nem tudják elérni az ügyeletet, hogyha fölveszik a telefont, akkor azt mondják, hogy nincs itt az orvos, hívják a mentőket. Ha végül az orvos kiment a beteghez, akkor az ellátás, amit nyújtott, nem volt minőségbiztosított, és nem volt ellenőrizhető, hogy a legmegfelelőbb ellátást kapta a beteg. Ezért is született az a döntés, hogy hozzunk létre egy olyan egységes, országos alapellátási ügyeleti rendszert, ami valóban betegközpontú, a beteg dolgát egyszerűsíti, hiszen van egy központi telefonszám, ez minden vármegyében, ahová ezt az új rendszert már működésbe tudtuk helyezni, ott 1830-as telefonszám, és ezen az egyetlen egy kapunk keresztül a beteg azonnal a legmegfelelőbb ellátást kaphatja. Somogyban 7 telephelyen, Barcson, Balatonbogláron, Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon, Siófokon és Tabon házi orvosi ügyelet, illetve ebből 4-ben Kaposváron, Siófokon, Marcaliban és Nagyatádon sürgősségi ügyelet is működik majd. Hétköznapokként 16 és 22 óra között, valamint hétvégén reggel 8-tól 14 óráig házi orvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére. Este 10-től reggelig, illetve hétvégén, ünnepnapon, a nap második felében sürgősségi ügyeletet biztosít az Országos Mentőszolgálat. 7 telephelyen a vármegyében állnak rendelkezésre a házi orvosi ügyeletek. A telephelyek listája több helyen is olvasható, talán a legegyszerűbben az Országos Mentőszolgálat honlapján a www.mentok.hu/ügyelet menüpontban érhető el ez a lista. Este 10 után is lesz 4 telephely, ahol be lehet menni a betegnek, hogyha éjszaka szeretne ügyeletre menni. De mi mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ha éjjel valamilyen baj támad, akkor mielőtt még bárhová elindulna, akár gyalog, akár kerékpárral, akár kocsival is, hívja fel az ügyelet központi telefonszámát, és kérjen tanácsot. Györfi Pál tájékoztatást adott a gyermekügyeleti rendszerről is. Bármelyik ügyeleti telephelyre be lehet menni gyermekkel is, ezek úgynevezett vegyes ügyeletek, ott megtörténik a gyermek vizsgálata, illetve Kaposváron a központi gyerekügyelet is működik, ami hétköznaponként 16 és 22 óra között, hétvégén pedig reggel 8-tól este 8 óráig áll a betegek, a gyermekek rendelkezésére. A szülőknek is azt tanácsoljuk, hogy ha mondjuk az éjszaka közepén a gyerekkel valami baj van, vagy akár hétvégén, ünnepnapon, akkor mielőtt elindulnának az ügyeletre, hívják fel a 1830-as telefonszámot, kérjenek tanácsot, és az ügyeletesünk meg fogja mondani, hogy a gyermek szempontjából mi a legjobb megoldás. Ezt azért is tanácsolom, mert sajnos gyermek is kerülhet súlyos állapotba, hogyha mondjuk egy kisgyermeknek lázgörcse van, vagy kruppos rohama van, akkor biztosan nem az a jó megoldás, hogy kézbe vesszük és elindulunk vele az éjszakában az ügyeletre, hanem akkor mi azonnal riasztjuk a helyszínre a szükséges segítséget, elképzelhető, hogy azonnal mentőautót, rohamkocsit, vagy akár mentőhelikoptert is. Az új rendszer előnye még, hogy megszűnnek a járási és megye határok is, bárki bármelyik ügyeletre bemehet panaszával. A vármegyébe 7 új ügyeleti autó is érkezik, amely színében a mentőautókéhoz hasonlít majd, felszereltségében viszont kifejezetten ügyeleti ellátásra kialakított eszközökkel lesz felszerelve.
Újabb keresztet fogadtak örökbe Somogy vármegyében. Az Őrtilos és Szent Mihály hegy határában található keresztet a Sipos család állítatta több mint 100 éve. Most a helyi önkormányzat és a helyi KDNP közösen újítatta fel és fogadta örökbe azt. A kereszténydemokrata néppárt kezdeményezéséhez már több százan csatlakoztak országszerte. A megszentelésen Latorcai Csaba parlamenti államtitkár arról beszélt, amíg az európai szélső bal és annak hazai kiszolgálói a magyar dollár baloldal dühötten és cinikus módon támadja az európai és magyar kultúránk fundamentumát, mondván a kereszténység idejét múlt, addig a kormány kitart a keresztény értékrend mellett és tovább támogatja a családokat. Úgy akarnak minket megmérgezni, hogy észre se vegyük azt. A kormány azonban e veszélyes időkben is megvédi a nemzeti szuverenitást, legyen szó pénzügyi, gazdasági, kulturális vagy éppen politikai önállóságunkról. Gazdasági szuverenitásunk elleni támadás annak követelése, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, töröljük el a családok támogatását. Erre a válaszunk az, hogy az Európai Unióban Magyarországon kell az embereknek a legalacsonyabb rezsit fizetniük. És ez így lesz a jövőben is. A családtámogatási rendszerünket igazi kereszténydemokrata kormányként megerősítjük. Továbbra is 3300 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, megmaradnak a családi adókedvezmények, tegnap meghirdettük a Csok Pluszt, megerősítettük a falusi csokot, ezzel segítve a családalapítást és a családok otthonhoz jutását. Gasztronómiában, turisztikában, kereskedelem és logisztika területén, illetve prózában is összevérhették tudásukat a diákok a 31. Krúdi napokon Siófokon. A szakképző intézetben emellett elkészült az Ágazati Képzési Központ új, minden igényt kielégítő tankonyhája is. Reggel óta sürögnek, forognak a versenyzők a Krúdi tankonyháján. 4 óra áll rendelkezésükre a menüsor elkészítésére. A nyúlcombot kifiléztem, összegöngyöltem, utána elősütöttem, utána pedig egybe feltettem az egészet, és mielőtt leturmixoltam a zöldségeket, a göngyölt hús pedig kiszedtem, amit majd békönbe fog beletekerni és megsütni. A cukrászok is kitettek magukért pogácsa, amerikai pite és különleges díszítés is a feladatok között szerepelt. Az utolsó művelet, amit itt mögöttünk láttok, az pedig a marcipán, vagy más néven egy modellező masszából figurázás, hiszen nekik a torta tetejére egy torta alátéten figurákat kell készíteni, kézzel munkázott termékek ezek, és nem egyetlen egy figura, hanem figura család, vagy mondjuk mackó család. A mai téma egyébként a maci család. Ehhez készülnek majd a display asztalok is, az ősz és a fenntarthatóság a téma. Az iskolában ezen a napon nem csak a konyhában ügyeskedhettek a fiatalok. A gasztroverseny mellett, ahol szakácspincér cukrásztanulók mérik összetudásukat, turisztikai verseny, országos prózamondó verseny és kereskedelem, logisztika területén is tartunk megmérettetéseket. Ezek a versenyek azért is fontosak, emelte ki a szakképzési centrum kancellára, mert viszonyítási alapot is adhatnak a többi iskolával szemben. Ebből a szempontból egy nagyon lényeges folyamatot képvisel a Krúdi és a Krúdi nap, hiszen ezek a partneriskolák szinte állandó résztvevői ennek a versenynek, és nyugodtan mondhatom azt, hogy nem lejt a hazai pálya, hiszen bár nagyon sok szép sikert értünk el mi is, és nagyon büszke vagyok mindig a diákjainkra, amikor első, második vagy éppen harmadik helyezettek lesznek, de nagyon sokszor nyertek itt már Veszprémiek, nyertek Szekszárdiak, tehát azt kell mondjam, hogy ez mindig olyan verseny, ahol soha nem tudhatom, hogy ki tart legelőrébb, de azt gondolom, hogy aki előrébb tart a szakmában, attól meg tanulni nem szégyen. Tehát a Krúdi nap és az ahhoz kapcsolódó versenyek alapvetően ezt a szellemiséget képviselik. Tradíció, minőség és megújulás, ez jellemzi a siófoki intézményt. Fogalmazott megnyitó köszöntőjében Vicman Mihály országgyűlési képviselő hozzátéve, hogy a most átadott új tankonyha 280 millió forintos kormányzati támogatással az ország egyik legkorszerűbb helyisége lett. Nekünk itt a Balatonnál egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen szakembereket képeznek az iskoláink, főleg turizmusban, vendéglátásban. Nagyon bízom benne, hogy az iskola eddigi szakmai színvonala nem csak folytatódni fog, hanem ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a diákok még inkább kedvet kapnak ahhoz, hogy ide jelentkezzenek, és olyan minőségű oktatói nevelő munkában lehet részük, vagy tudnak bekapcsolódni, amely minden bizonnyal megteremti számukra a biztos karrier megteremtését, egy biztos egzisztencia megteremtését, az országnak, az ország gazdaságának, a Balatonnak és Somogynak, az egész régiónak pedig a foglalkoztatásban eddig elért eredményeit tovább tudja támogatni. Nekünk a turizmus vendéglátás itt különösen stratégiai kérdés, ebben lehet nagy segítségünkre egy olyan iskola, mint a Krúdi. A versenyek mellett a fiatalok és az érdeklődők végigkóstolhatták a gasztropiac kínálatát, emellett pedig pályaorientációs workshopot is tartottak. Új az első közös otthon megvételére, nagyobb otthonba költözésre és lakásbővítésre is felhasználható otthonteremtési támogatást indít a családoknak a kormány Csok Plusz néven, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten. Csák János a kormányinfón hangsúlyozta, a kabinet célja továbbra is az, hogy minden kívánt gyermek mielőbb megszülethessen. A kamattámogatott hitelkonstrukció az ország egész területén igénybe vehető, az 5000 lakosunál nagyobb településeken, akár a falusi Csokkal együtt is. Egy gyermek után 15 millió, kettő esetében 30 millió, három gyermek esetében 50 millió forint hitel igényelhető 3%-os kamattal, közölte a politikus. Az első közös otthon megvételekor elegendő 10%-os önrészt biztosítani, másik lakásba költözés vagy bővítés esetében pedig 20%-os önerővel kell a családoknak rendelkezniük. A hitel futamideje 10-től 25 évig terjedhet, tudatta a miniszter. Két év kényszerszünet után ismét lesz reumatológus szakorvos az Igali gyógyfürdőben, közölte a létesítmény közösségi oldalán. A szolgáltatás azután szűnt meg, hogy 2021. decemberében az addig rendelő reumatológus Kudlák Katalin nyugdíjba vonult. Azóta nem volt lehetőség a fürdőben gyógyulni vágyóknak, hogy szakorvos segítségét is kérjék, pedig a fürdőzők nagyon hiányolták ezt a szolgáltatást. Most azonban a Kaposi Mór Oktató Kórház új vezetése lehetővé tette, hogy Kozma Andrea reumatológus a gyógyfürdőjéről híres városban rendeljen. A fürdő visszakapta a reumatológia rendeléshez szükséges engedélyeket, és a korábbiakhoz hasonlóan várhatóan kedden délutánonként fog működni az Igali reumatológiai szakrendelés. 141 éve, 1882. október 24-én született Siófokon Kálmán Imre. Az operettszerzőre idén is több napos programsorozattal emlékeznek a városban. Ennek keretében nyílt meg a különleges hanghordozókat bemutató tárlat a helyi művelődési központban, ahol 120 készüléket láthatnak az érdeklődők. Király Ernő Fedácsári. És a végén Kálmán Imre dalt énekel. Egy régi készüléken ma is megszólaltatható ez az 1908-ban kiadott hanglemez, mutatja Ince Domokos gyűjtő. Ez az Orion Rádió 1949-50-es gyártású, és a különlegessége az, hogy le tudja játszani a patefon lemezeket is, amelyek mély vágású lemezek, és ezek a lemezek belülről kifelé játssza le a lemezjátszó, mint az általunk ismert, vagy többség által ismert lemezeket kívülről befelé játssza folyamatosan a lemezjátszó. Ince Domokos 2004 óta gyűjti a szalagos magnókat, rádiókat, lemezjátszókat, gramofonokat és a kombinált zeneszekrényeket. Rádióból közel 450 darabot őriz, a többi műszaki cikk száma is eléri az ezret nála. Egy-egy készülék akár egy komód méretét is elérte hajdanán. Beépültek a rádiókba és a gramofonok, eleinte csak 78-as fordulattal, és az 50-es években beindult a mikroborázda, és azok a lemezek már sokkal több dalt tudtak lejátszani, és sokkal tovább lehetett mulatni zenész nélkül a rádiókkal. Sokszor ismerősöktől szerzi be gyűjteményének darabjait, de az interneten is rendszeresen kutat a régi készülékek után Ince Domokos. A Kálmán Imre Művelődési Központban nyílt tárlaton a gyűjtő 120 különleges hanghordozója látható.
Hajdanán ezek nem csak a híreket sugározták, hanem a családok, társaságok szórakozását is biztosították. Emellett hozzájárultak az operettek elterjedéséhez is, amelyeket így már nem csak a színházakban hallhatott a közönség, hanem a saját otthonaikban is szólt a dallamos muzsika, közte Kálmán Imre szerzeményei is. Azzal, hogy a hanghordozók teret nyertek, gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy a világ minden táján, minden órájában, minden percében felcsendül egy-egy dallam, és így gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy a technika által lett ismert és világszerte ismert Kálmán Imre. Az idei Kálmán Imre napok keretében több zenés programmal is várják az érdeklődőket Siófokon. Kálmán Imre ennek a városnak a leghíresebb szülötte, világhírű szülötte, tehát róla mindenképpen meg kell emlékeznünk minden évben, és olyan hagyatékot hagyott, olyan szellemi, zenei hagyatékot, amit Siófoknak minden évben meg kell ünnepelni. Kálmán Imre születésnapja kapcsán az egykori szülőházában működő emlékházban is programokkal készültek. A Foki Opera tagjainak előadásában szóltak a slágerek, nem csak Kálmán Imre, hanem Lehár Ferenc és Huszka Jenő szerzeményei is. Mint Tieger Tímea Mónika elmondta, a Kálmán operettekben a bonyodalom és az ármány egyaránt jelen van, de természetesen a szerelem sem hiányzik a mesés történetekből, amelyek sikere ma is töretlen. Az ő zenéje az, ami a legdallamosabb az összes operett között. Ugye Lehár egy kicsit komolyabb vizekre is evezett, ha már a magyarokról beszélünk, Huszka, Cerkovics, vagy az újak, a Fényes Szabolcsék például, ugye ők meg már ilyen nagyon könnyedebbek. Kálmán Imre szerintem ő a komoly, és a könnyedebb műfajt is egybe tudta valahogy gyúrni, és nagyon-nagyon dallamos melódiákat írt. A Kálmán Imre napok programjaival szombatig várják az érdeklődőket Siófokon. Az Ince dobokos hanghordozóit bemutató kiállítás pedig november 20-áig látható a helyi művelődési központban. A szünidőben is változatos programok várják a családokat a Takács Gyula könyvtárban. Október 30-án hétfőn 14 és 16 óra között társas játékklubot rendeznek, ahová 12 éves kortól várják a gyerekeket. Másnap október 31-én 15 és 16 óra között barkácsolással egybekötött papírszínházas mesét hallgathatnak a kicsik, míg november 2-án a Kiskondás együttes lép fel 10 órától, majd 11 órától elkezdődnek a kézműves foglalkozások Andrics Gabriellával. A programsorozat utolsó napján, november 3-án pénteken őszi diafilm klubot rendeznek a kamarateremben 11 és 12 óra között. Október 27-én pénteken emelkedik az üzemanyagok ára. A benzinára várhatóan 5 forinttal emelkedik, majd míg a gázolajért bruttó 3 forinttal kell kevesebbet fizetni. Ezt figyelembe véve az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak október végén. A 95-ös benzin ára 608 forint per liter, míg a gázolaj ára 647 forint per liter lesz a holtankoljak.hu adatai alapján. Új alapellátási ügyeleti rendszer november 1-én indul Somogyban is. Krúdi napok, több versenyen is indulhattak a fiatalok. Kálmán Imre napok, különleges tárlat Siófokon. Ennyi fért mai hír összeállításunkba, tartsanak velünk holnap is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További szép estét, viszontlátásra!